Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Ma pedig az első olyan adásunk jelentkezik, amikor egymás után két vendégünk is lesz. Elsőként Zöld Zsomborral, Lengyelország szakértővel beszélgetünk, aki már itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Szép napot kívánok, Tamás, és egyben üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Arról fogunk beszélgetni, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság kimondta az alkotmány elsőbségét az európai jog felett. Most tehát Zöld Zsombor Lengyelország szakértő lesz a vendégünk, és utána pedig Hegedő Somával, a Danube Institute vezető kutatójával is beszélgetünk majd vele jogi szempontból. Zöld Zsombor pedig a lengyel történelem kapcsán, a történeti áttekintés kapcsán kérdezem, hogy jutottunk el idáig. Ugye zajlik egy vita az Európai Unió, illetve a Lengyel Bíróság között, hogy most az uniós jog vagy a nemzeti jog az, amely elsőbséget élvez. Hogy látja ez alapvetően egy politikai vagy egy jogi kérdés elsősorban? Én elsősorban a politikai aspektusaira szeretnék koncentrálni az ügynek, és ehhez vissza kell térni egy kicsit, vagy vissza kell menni egy kicsit időben, és minimum egy évet. Tehát a lengyel választási rendszerben, általános választás keretében nem csak a parlamenti képviselőket, illetve ugye a kormányt választják meg, hanem a köztársasági elnököt is közvetlenül, és tavaly voltak az utolsó köztársasági elnök választások, illetve választás, aminek az eredménye az az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pici többséggel, de a jelenlegi kormánypárt, nagyobbik kormánypártnak a jogiságosságnak a jelöltje, virázott, őt Andrzej Dudának hívják. Viszont ezt az eredményt nem igazán várták Lengyelországban, tehát nagyon-nagyon-nagyon szoros lett a vége. És ezek voltak az első jelek talán arra, hogy esetlegesen az általános választások, ami 2023-ban esedékes, lehet, hogy a jelenlegi kormányzó koalíciónak esetlegesen problémái lehetnek. A kormánykoalíció nem egységes, tehát a PISZ vagy jog és igazságosság mellett több kisebb párt is részt vesz ebben. Elő egy kicsit a poént változó összetételben. Amikor a lengyel választási rendszer meghaltán a magyar szempontból kicsit unikális mi voltáról beszélgetünk, akkor talán érdemes azt megemlíteni, hogy egyfelől a képviselőknek a párt kötődése az kicsit fluidabb, mint Magyarországon, tehát simán elképzelhető az, hogy is képviselők kilépnek ugyanabba a pártból, vagy abból a pártból, amiben később visszalépnek, miután megzsaroltak mindenkit és mindent, amit úgy gondolták, hogy meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy a saját hangjukat hallják. Azért az teljesen bevett dolog, hogy pártformációk alakulnak, és rendesen a kormány összetétel is változik. És ezen a nyáron történt egy nagyon érdekes dolog. A volt lengyel miniszterelnök Donald Tusk visszatért Magyarországban, ugye korábban különböző nemzetközi testületekben, így például az Európai Unióban is vezető tisztséget töltött be, és ez egyértelműen megkavarta, vagy felkavarta a politikai kvázi állóvizet Lengyelországban. Itt nagyjából arról van szó, hogy amilyen látom, hogy megindult egy nagyon látványos harc, akkor középre húzó választók ért, vagy választók irányában, akik eddig vagy nem tudtak választani pártot, vagy otthon maradtak, vagy pedig nem volt egy egyértelmű referenciájuk, és ennek az egyik következménye az lett, hogy az elmúlt hónapokban nagyon-nagyon-nagyon változó támogatással jött ki a illetve változó támogatást nyertek különböző közvéleménykutatók, az ellenzék, tehát a lengyel ellenzék különböző formációi között. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy jelen pillanatban ne a legnagyobb kormánypárt a PISZ vezetni a választásokat, illetve a bocsánat, a közélemi kutatásokat, itt legutoljára valamikor szeptemberben 32%-ot mértek, viszont azon centrum jobb vagy centrista pártformációk egyébként részben az ellenzék, tehát az Egyesült Ellenzék vezető erejének az Állampolgárok Egyesületének, vagy KU-nak nevezett formációra szavaztak, azok itt hol erősödtek, hol gyengültek. A lényeg, hogy Tusk megerősödött, és úgy tért vissza Lengyelországba, hogy erre a lengyel politikára, gyakorlatilag minden lengyel parlamenti pártnak erre reagálnia kellett. És nyáron történt, gyakorlatilag nagyon időben közel ahhoz, hogy Tusk visszatért egy kormányösszetételben egy változás, az egyik kisebb kormánypárt kilépett, és ennek az a következménye, hogy az egyik következménye az illet jelen pillanatban gyakorlatilag a kormányzó pártok külső támogatását tudják csak a többségüket biztosítani a lengyel parlament alsóházában. Most Tusknak el kell az döntse véleményem szerint, hogy ezt a pártot és pártformációt, amit látszett, és egyébként látszólag megerősít
vagy úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy összeállított és megerősített, ezt merre, hogy politikailag balra, vagy politikailag jobbra szeretné elvinni. És jelen pillanatban szerintem, akik NGL politikával foglalkoznak, egyértelmű és egyenes válaszokat várnának olyan kérdésekre, amik eldönthetik azt, hogy egyébként a következő választások alatt balra vagy jobbra szeretné a pártot elvinni. A balra való elvitelre egyébként az elmúlt években volt példa, vagy elmúlt évtizedben. És ilyen kérdések lehetnek például a római katolikus egyházban való viszony, illetve a római katolikus egyháznak a társadalmi szereplővel kapcsolatos álláspont, menekültekkel kapcsolatos kérdés, egyrészt szociális kérdések, illetve mondjuk az abortusznak a kérdése. Ezeket ő pedzegette egyszer-kétszer, de én összintén már nem említem arra, hogy ő ezzel kapcsolatban egy részletes álláspontot adott volna, legalábbis nem nyilvánosan. Most ebből az összefüggésből az EU-s kérdések, illetve az EU-val való viszony, az egy, idézőjelve mondom, vagy biztos téma felvetésként szolgál, ami alapján teljesen egyértelműen lehet támogatást felmutatni, és azt a leendő ellenzéket, vagy az ellenzéket, aminek ő tagja, azt össze is tudja még jobban rántani. Az elmúlt napokban, hetekben volt egy kint a balközép, vagy balliberális gazdasági parcsa napilap által készített közvéleménykutatás, az október 5-én jött ki. Két kérdésre kellett a megkérdezetteknek válaszolni. Az egyik az, hogy hogyan állnak egyébként a megkérdezett lengyelek az Európai Uniós tagsághoz. Tehát szeretnének kilépni, vagy nem szeretnének kilépni. 88%, tehát majdnem 90% mondta azt, hogy szeretne benn maradni. És ennél egy kicsit érdekesebb volt az a kérdés, hogy mit gondolnak azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi kormánykoalíció ki akarja léptetni az Európai Unióból az országot. És itt teljes megosztottság. 48-48% mondta azt, hogy igen, illetve nem. Viszont ami szerintem nagyon érdekes, hogy ezt az utóbbi kérdést feltették párt szimpátiára vonatkoztatva is. És itt kiderült az, hogy azok, akik a PISZ-re, tehát a legnagyobb kormánypártra szavaznak, azoknak a 89%-a szerint nem akarja kiléptetni a kormány az országot az Európai Unióban. Az összeellenzék szavazóinak 61%-a mondta ugyanezt nemre, viszont a Tusk-féle formáció szavazóinak 84%-a aggódott, amiatt, hogy ez meg fog történni. Hát akkor elmondhatjuk, hogy ezek az üzenetek átmentek az ellenzéki tábornál. Így van. Tehát, hogy egy pár nappal korábban Varsóban egy 100000-es tüntetés volt annak érdekében, tehát azt mutatván, hogy az ország az Európai Unióban szeretne maradni. Én úgy tudom, hogy csak Varsóban történt meg ez a tüntetés. Ez egy nagyon fontos jelzés volt arra nézve, hogy az embereket ki lehet vinni az utcára, és egyébként ez a téma fontos nekik. Viszont össztársadalmilag én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül jelentős. Tehát a helyzet az, hogy jelen pillanatban én kim vagyok Varsóban, és egy olyan épületben vagyok, amiknek a felép, vagy amelynek a felépítését 58%-ban támogatta az EU pénzzel. Ez az ország, ez rengeteg EU-s pénzt kapott az elmúlt évtizedben, vagy az elmúlt években, amiket egyfelől látványos, kettő nagyon szükséges és szükségszerű beruházásokra fordított, legyen szó infrastruktúrális fejlesztésekről, legyen szó épületekről. Úgyhogy ezek nélkül a pénzek nélkül én nem gondolom azt, hogy a lengyel gazdaság abban a helyzetben lenne, mint amiben most. Azt mondhatjuk, hogy bár vannak viták, de végzetes elszakadásról és elszakadási szándékról nem beszélhetünk. Én úgy gondolom, hogy ha ezt kellő távolságtartással nézzük itt Magyarországból is, akkor azt tudjuk mondani, hogy természetesen ez egy valós téma lehet, különösen egy Brexit után, akkor még egy ország előtt álló lehetőségek. Ennek a politikumba való bevitele, én nem tudom megkérdőjelezni, viszont hogy ez mikor válik realitássá, egy teljesen másik kérdés. Én úgy gondolom, hogy tekintve, hogy ők mennyit köszönhetnek az Európai Uniós tagságnak, ez a kérdés, én úgy gondolom, hogy komolyan az Európai Unióba való kilépés egy vezető, vagy bocsánat, mainstream politikai pártnál egyszerűen nem merülhet fel. Jelen pillanatban úgy látom, hogy a lengyel ellenzék ezt a témát jó érzékkel és jó politikai érzékkel tematizálja. Viszont hát a közvélemény kutatási adatok szerint gyakorlatilag a politikai spektrum egyik oldalán sem gondolják azt, hogy ez meg fog történni, viszont a veszély, illetve az esélyét már ítélik meg egyébként különbözőképpen. Tehát, hogyha most megfordítom ezt a kérdést, és azt mondom, hogy egy tíz szavazó azt gondolja, vagy legalábbis nem tudom, 9 tized a tíz szavazóknak azt gondolja, hogy ez nem fog megtörténni, akkor
az egy racionális politikai lépés lehet a PiS részéről, hogy innentől kezdve a kérdést nem feltétlenül tudják megpiszkálni. Ez egy másik kérdés, hogy pontosan a kormánykoalíció összetett volt amiatt, és amit az előbb mondtam, hogy akár egyes politikusok változó álláspontot vehetnek fel adott kérdésben, hogyha itt az időt is figyelembe vesztük. Én nem tudom azt teljes mértékben kizárni, hogy kisebb lengyel kormánypártok például nem próbálnak megélni, ahogy ezt egyébként tették is az elmúlt években egyes esetekben, egy úgynevezett zsarolási potenciállal. Tehát ezek a témák, ezek egy tehát az igazságügyi rendszernek a reformja, illetve az átalakítása, amit egyébként a lengyelek szuverenitás kérdésként kezeltek, alapvetően egy belpolitikai történetként, és ez egy olyan maradvány volt az elmúlt, legalábbis az ő értékelésük szerint az elmúlt 30 évben, amit meg kellett oldani. Ezek egy kisebb kormánypárthoz köthetők, és nekik volt az a feladatuk, hogy ez a politikai döntés született, hogy ezeket megcsinálják, hogy ennek mik a határai, jelen pillanatban nem látom. De úgy gondolom, hogy volt arra példa az elmúlt hónapokban, hogy a beharangozott törvényhozat, helyi szintű törvényhozási változások, egyébként ezek különböző szexuális kisebbségek jogaival és jogérvényesítésével kapcsolatosak voltak Lengyelországban. Amikor erre összeurópai válasz, vagy brüsszeli válasz érkeznek, akkor ennek pénzügyi következményei lehetnek. A legvégén én úgy tudom, hogy helyi, tehát nagyjából megyei vagy vajdasági szinten ezeket a törvényeket visszavonták. Tehát amikor választásra kellett sort keríteni, hogy akkor kapjuk, illetve továbbiakban is EU-s pénzből fejlesztenek, vagy pedig egyes kérdésekben mondjam, önálló törvényhozás történt, akkor hogy történik, akkor az EU-s pénzek felé billent a mérlegnek a nyelve. Zöld Zsombor Lengyelország szakértővel beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. És most ugyanezt a kérdést jogi szemszögből is megvizsgáljuk, Hegedű Somával, a Danube Institute vezető elemzőjével folytatjuk. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy velünk tart. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szóval, van ez a vita, lehet ebben egyáltalán jogi szempontból igazságot tenni, vagy ez annyira politikai, hogy mindenki a saját politikai ízlésének megfelelően értelmezi a történéseket? Hú, hát az igazság az, hogy nem csak hogy lehet, hanem kell is, hiszen az Európai Uniónak valamilyen szinten az integráció menetét majd mindenféleképpen kezelnie kell, és ez ugye csak a jog mentén történhet. Egyébként is a politikai megállapodások is azért végső soron mindig a jog eszközével kell, hogy úgymond lepecsételtessenek. Ebben a helyzetben azonban van még egy-két olyan specifikum, amit így igyekeznék az olvasóknak nem terhelve őket túlságosan az ilyen jogi szakkifejezésekkel igyekeznék elmagyarázni. Viszont mielőtt ezt megtenném, azért utalnék egy fontos nyilatkozatra, aminek az egész ügyhöz egyébként lehet köze, ugyanis van egy arra vonatkozólag is egy vita, hogy tulajdonképpen a Lengyel Alkotmánybíróságnak ez a döntése, ez végsősorban ez csak egy ilyen belpolitikai célokat szolgáló, a jobb oldalnak a politikai igényeit kielégítő lépés volt, vagy pedig valóban tükrözhet egyfajta új, erőteljesebb fellépést a lengyel kormány részéről. A Mateusz Morawieckinek, a lengyel miniszterelnök volt egy a szeptemberben a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúja, amelyben volt egy nagyon fontos mondata, ez pedig úgy hangzott, hogy az egyre szűkebb uniónak a modellje az zsákutca Európa számára, és ezt majd megpróbálom a későbbiek során kifejteni, hogy ez miért annyira rendkívül jelentős. Morawiecki egyébként azt is elmondta, és arra is utalt, hogy fontos lenne egy közös uniós hadsereg, és fontos lenne az, hogy a nemzetek Európájának a koncepció erősödjön meg a jövőben. Ez egyrészt ugye egyfajtaképpen tükrözi azt is, hogy a lengyel kormány esetlegesen valóban elkötelezettebb abba az irányba, hogy itt egyfajta reformot kezdeményezzenek az Európai Unión belül. Másfelől pedig azt is látni lehet, hogy ezzel valószínűleg azért vitákat fognak majd nyitni az egyes tagállamok között. Rátérve viszont az ügyre, azért van egy olyan jogi vonal, amit mindenféleképpen látni kell. Ugye itt is van két oldal. Egyrészt természetesen az unió védelme szempontjából azt el lehet és el is kell mondani, hogy az uniós jognak az elsőbsége, amelyre utal egyébként a Lengyel Alkotmánybíróság, az nem egy új keletű dolog. Egy nagyon sok
sok évtizedet visszamehetnénk, de legalább a 60-as évekig azért egy kicsit így visszarepülnék az időbe. Ott volt két nagyon fontos ügy, ez a Fangenden Laws és a Costa Enel ügyek, amelyekkel kapcsolatosan az Európai Bíróság, Uniónak a bírósága igyekezett értelmezni azt, hogy egyébként mi is az Európai Unió, egyébként mi is az Európai Közösség, amit az 50-es években elkezdődött. Ugye már a 40-es években megvoltak ennek az előjelei, ugye Churchillnek a beszédei már a világháború alatt, stb. Ebben most nem mennék jobban bele, de a lényeg az, hogy a világháborút követően az Európai Unió tűnt egy olyan megoldásnak Európa számára, ami esetlegesen egyrészt a konfliktusokat és a gazdasági problémákat is valamilyen szinten kezelni tudja. És az Európai Unió bírósága volt az, amely igyekezett konkretizálni azt, hogy mit is jelent az Európai Unió, milyen szintet jelent az államok szövetsége tekintetében. És azt mondta ki ezekben az ügyekben, hogy egyrészt az uniónak a jog az nem csak elsőbbséggel bír, hanem egyáltalán az unió egy önálló jogi rendet jelent, egy önálló jogrendet jelent, egy új jogrendet képez a nemzetközi közösségen belül, illetőleg, hogy az uniónak a joga éppen ezért nem csak úgymond általánosan jelleggel kötelező, hanem maguknak a tagállamoknak a számára is kötelező, akik a szuverenitásukról részben emiatt tulajdonképpen lemondanak, vagy legalábbis korlátozzák azt. És ezek 1960-as évek elejé döntések egyfelől. Másfelől viszont azt is látni kell, ugye, és mondhatnánk azt, hogy Lengyelország 2004-ben lépett be az Európai Unióba, pontosan tudta azt, hogy ilyen feltételekkel lehet, és ez az, amit tiszteletben kell tartani. Másfelől viszont azt is látni kell, hogy olyan döntések is történtek, és olyan fejlemények is az Európai Unión belül, és itt elsősorban szintén a lengyel miniszterelnök által egyébként szintén érintett, az említett interjúban érintett témára utalnék, ez a bizonyos társadalmi, kulturális részben ideológiai okokból történő egyfajta ilyen társadalmi mérnökösködésen az utóbbi egy-két évtizedben rendkívül erőteljesen felerősödött az Európai Unióban, majd viszont mégis egy fokkal jogi szempontból is egy új helyzetet teremt, hiszen már alkotmányos, alapvető alkotmányos struktúrákat kezd teljes mértékben, mondanám azt, hogy sérteni, illetőleg egyáltalán egyfajta új helyzetet eredményezni az alkotmányjogi közüli gondolkodásban. Tehát azt mondanám, hogy egyfelől lehet ezt mondani, hogy Lengyelországnak ezt tudnia kellett, másfelől viszont már a Lisszaboni szerződés, az alapjogi kárta és egyéb más olyan kérdésekkel, amit most így hosszasan beszélhetünk róla, hogy a családpolitika, stb. Ez már mégis egy új helyzet, amely miatt a Lengyelországnak és egyébként Magyarországnak is a helyzete az sok szempontból új szemszögből is vizsgálandó. Ebben a helyzetben, amit szintén látni kell, hogy egyébként magáról a bírósági függetlenségről is zajlik egy jogi vita. Ugye van egy általános elméleti probléma a bírósági függetlenségnek a témakörével, ez pedig az, hogyha teljesen a bírókat kiragadjuk egy bizonyos társadalmi közegből, akkor ugye mivel a bírók ugye az írott anyaggal, az írott szövegekkel foglalkoznak, egy olyan elméleti űrben találják magukat, ami még kissé, hogy is fogalmazzak, nem életszerű. Ez egy általános probléma a bírósági függetlenségnek egyfajta ilyen túlságosan erőteljes érvényesítésével. Másfelől viszont ugye ebben az ügyben ez egy döntő pont volt a Lengyel Alkotmánybíróság döntése kapcsán. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság egy válaszcsapást mért, hiszen az Európai Unió Bírósága a nyáron hozott egy ítéletet, amellyel a Lengyel Alkotmánybírósági reformra reagált, és ebből a ügykörből származik ez az egész döntés. Szóval a lényeg az, hogy a bírósági függetlenség, amely középpontjában áll ezenek az egész témának, az azért is problematikus, mert abban az esetben, hogyha a bíróságoknak, hogy az uniós jogot kell elsősorban alkalmazniuk, azt szerint kell értelmezniük a nemzeti jogot is, ugye ez is egy ilyen európai jogi elv, akkor abban az esetben, és ráadásul még ugye teljes mértékben intézményi szempontból is el kell úgymond, amilyen szinten határolódniuk az állami, nemzetállami keretektől, hogy bizonyos értelemben azt láthatjuk, hogy végsősorban az a hatalmi ágaknak az egyensúlya nemzetállami szinten megbomlik. Most nem tudom, ez mennyire volt egyébként így. Szerintem igen, azért a folyamatok azok lekövethetők.
jó, az annak így örülök, hogy ezt így megerősíted, és a lényeg az, hogy amit esetleg még kiemelnék, hogy volt a Lengyel Alkotmánybíróságnak egy olyan megjegyzése is, ami szintén egyébként egy fontos téma, és amiről egyébként sokat lehetne beszélni az elmúlt évtizedek fejleményei alapján itt Európában. Ez pedig nem más, mint az, amikor tett egy ilyen kicsit ilyen maliciózus megjegyzéset, ugye egy alkotmánybírósági határozatról van szó, de azért mégiscsak kiérződött egy ilyen viszonylag jogi nyelvezettel megírt szövegből az, amikor arról írt a Lengyel Alkotmánybíróság, illetve a döntésnek a szövegezése, hogy az Unió a hatáskörét rendre túllépi, és részben emiatt a Lengyelország nem tud demokratikus és önálló szuverén államként működni a továbbiakban. Tehát, hogy ez már azért egyfajtaképpen nyilván egy erőteljes kritika az Unió számára, amely szintén egy olyan téma, aminek azért erősen és vaskosan jogi oldala is van, tehát nem csak politikai, és amelyet szintén szabályozni kellene. Egyébként már a 2000-es években is voltak olyan szakértők, például egy francia jogász, aki a Lisszaboni szerződés megkötését megelőzően már leszögezte, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lenne, hogy az Európai Unió, mint egy jogintézmény, nem egy önálló állam, nemzetközi szervezet, de nem egy önálló állam, nem érte még el az állami szintet az integráció. Éppen ezért is a hatásköreit is a tagállamoktól kapja, ugye az európai államok azok, amelyek egy nemzetközi szerződés révén átruháztak bizonyos jogosultságokat az Európai Unió számára. Ilyen szempontból azt tiszteletben kellene tartania, hogy csak azokkal a hatáskörökkel rendelkezik, amelyeket kifejezetten, úgymond ilyen fő illetékességi területként megkapott, és nem szabadna bizonyos hatásköröket így fokozatosan magához úgymond lopnia, hogyha fogalmazhatok így. Egyébként itt tennénk még egy megjegyzést. Tavaly volt már 2020 nyarán egy nagyon fontos mérföldkőnek számító döntés, amit egyébként most más alkotmányjogászok is párhuzamba hoztak a Lengyel Alkotmánybíróságnak a döntésével, ezt nem más szervezet hozta, mint a szövetségi szintű Német Alkotmánybíróság, amely az Európai Központi Banknak a részvényfelvásárlás vagy államkötvény felvásárlását minősítette alkotmányellenesnek, amelyet egyébként az Európai Unió bírósága előzetesen jóvá hagyott, és azt mondta a szövetségi szintű Német Alkotmánybíróság, hogy egyszerűen értelmezhetetlen az az indokolás, ahogy próbálta az Európai Központi Banknak a lépéseit egyébként igazolni az Európai Unió bírósága, és egyszerűen éppen ezért nem minősíthető kötelezőnek az a határozat. Tehát a lényeg az, hogy az utóbbi években azért azt láthatjuk, hogy azért vannak olyan tendenciák, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy egyfajta képpen azért van itt egy vita és egy feszültségpont, mondom, még egyszer jogi szempontból is, hogy mi az, amit az Európai Unió egyébként jogosult megtenni, meddig, és ezt szabályozni is kellene talán a Lisszaboni szerződéshez képest még inkább, és ebből a szempontból valóban lehetne arról beszélni, hogy mennyire esedékes adott esetben. És miért nem szabályozzák, hiszen az Európai Uniót azért mégiscsak tagállamok alkotják, akár szabályozhatnák is. Igen, hát nyilvánvaló ennek viszont már tényleg van politikai oldala. Ugye de akkor nincs egyetértés? Mert látunk ugye Németország esetében is olyat, amikor azért mégis úgy igazították a jogot, hogy ott a nemzeti jog érvényesüljön az uniós joggal szemben, elsősorban gazdasági kérdésekben. Tehát lehet, hogy itt még akár lehetne olyan elvi döntéseket hozni, hogy ténylegesen hozzáigazítsák a gyakorlati élethez ezt az egész jogi történetet. Igen, egyébként valószínűleg a Lengyel Alkotmánybíróságnak is a döntés egy kicsit ezt a helyzetet próbálja kiprovokálni, hogy történjen ebben egy változás, és ilyen szempontból a tagállami alkotmánybíróságoknak egyébként igen lenne mozgástere. Egyébként szintén egy másik nagyon fontos ítélet volt a Lisszaboni szerződés követően ugyancsak a Német Alkotmánybíróságnak egy ítélete az, hogy értelmezte azt, hogy egyébként akkor az Európai Unió az Lisszaboni szerződés követően hogyan áll fenn, és abban az ítéletben egyébként azt kifejezetten ki is mondta, hogy a tagállamok nem veszítették el a szuverenitásukat, sőt továbbra is egyébként a tagállamok azok, amelyeknek az unió alaprendje
úgymond ilyen szempontból a befolyása alatt áll. Tehát valóban ebben egyébként teljesen igaza van, hogy e tekintetben talán itt lenne az ideje annak, hogy a lépések történjenek. Jelen pillanatban, amivel politikai konszenzus úgy tűnik, hogy nem állítható fel, hiszen azt láthatjuk, hogy a tagállamokban teljesen különböző politikai irányultságot követő a kormányzatok azok, amelyek éppen regnálnak. Ez nyilván olyan szempontból problematikus, hogy mondjuk egy új egységes szerződést létrehozni, bizony minden bizonyan nagyon nagy vitákat váltanak ki, sokkal inkább, mint a 2000-es években, ahol voltak bizonyos értékeket tekintve, még volt konszenzus. Viszont ez jelen pillanatban én azt látom, hogy nem igazán nem látom reálisnak ennek a politikai konszenzusnak az alapját. Azonban a szükségessége viszont mégis fontos lenne, mert egyébként más témákban is, nem csak a bírósági függetlenség tekintetében, akár a családpolitika, emberi jogi kérdések, stb. Ugye van látható az, hogy főleg Lengyelország és Magyarország tekintetében van egy olyan más irányvonal, amely egyébként alapvetően nem sérteni az Európai Uniónak az eredeti céljait, sőt, viszont mégis azt láthatjuk, hogy Nyugat-Európában nagyon sok kormányzat ezt elutasítja, és egy másfajta irányzatot akar. Egyébként pont ezért is beszélnek arról a mérvadó jogászok is, hogy egy ilyen alkotmányos momentum előtt állunk, tehát amikor valamilyen szinten az európai ezt a fajta problémakört rendezni kellene, csak hát ez a kérdés, hogy politikai konszenzus hiányában ez milyen irányban tudna megtörténni. De lehetne mondjuk az Európai Unióban alkotmányozni valahogy az összes tagállam összes lakójának bevonásával, és lefektetni olyan konszenzuson alapuló valami fajta Európai Uniós alkotmányt, ami pont ezeket a kérdéseket rendezni? Mert most jelenleg egy kicsit úgy érzem, hogy most éppen ez az irány, hogy így gondolják az uniós jogászok, ha meg majd egy következő irányvonal lesz, vagy politikai diskurzus, akkor akár gondolhatnák az ellenkezőjét is. Igen, ugye erre volt kísérlet, tehát a lisszaboni szerződés ilyen szempontból tulajdonképpen egy status quo-t rögzített, mivel a 2000-es évek elején ugye az alkotmány tervezetet igyekeztek elfogadni szerte Európában, csak aztán 2005-ben Franciaországban és Hollandiában is egy ilyen alkotmány, európai alkotmány tervezet, az végsősorban alkotmány szerződés, az tulajdonképpen kudarcot vallott. Én azt mondom, hogy talán szerencsére ez ugyanis lefék. Ugye ne felejtsük el, hogy előtt a 90-es években a Maastrichti szerződés már egy óriási úrás volt az Európai Uniónak a történetében. Akkor vált tulajdonképpen egy ilyen szupranacionális szervezetté az Unió. És azt, amit azóta láttunk, hogy milyen egyes viták alakultak ki, hogy adott esetben milyen ideológiai befolyások érik ezeket a vitákat és a politikai szférát egyáltalán, az alapján azt mondom, hogy egyébként ez valamilyen szinten szerencséje volt az Uniónak. A lisszaboni szerződés tudott egy ilyen status quo-t kialakítani, hogy egyfelől a tagállamok megőrizték a szuverenitásukat, van egy bizonyos mértékű mozgásterük, de például a nemzeti identitás védelme kapcsán, amit elvileg az Európai Unióról szóló szerződés kifejezetten deklaráltan is véd, ott már vannak ilyen jogi viták, viszont az még egy jó szint, amikor még vannak viták, mert akkor azt meg lehet alakítani. Úgyhogy ilyen szempontból az, hogy egységes alkotmányt az európai polgároknak a bevonásával széles körben, ugyan nemzetek átnyúlóan elfogadjunk, én azt gondolom, hogy látva azt, hogy mondjuk a nemzeti konzervatív politika manapság mennyire más irányba tart, illetve mennyire más értékeket tart fontosnak, ezt azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne kialakítani, viszont valóban én is azt mondom, hogy egyébként egy logikus lépés lenne, hogy egy ilyen konszenzus kialakuljon, csak a realitás az egy más kérdés mutat. Ráadásul ugye itt az Ausztriában, a Csehországban zajló események, akkor ugye ne felejtsük ezt el, hogy gazdasági szempontból is egyébként következő fél év az egy döntő kérdés lehet, lesz egy gazdasági válság, a gazdasági válság mentén milyen politikai változások játszódhatnak le, úgyhogy olyan kérdések előtt állunk, vagy olyan politikai fejlemények előtt állunk, a előttünk álló közeljövőben, bekövetkező politikai fejlemények előtt, amelyek azt gondolom, hogy sok tekintetben egy ilyen lehetőséget majd
vagy nyújtanak, vagy pedig egyfajtaképpen rákényszerítik az európai közösséget, hogy valamilyen ilyen megoldással szolgáljon. Hegedűs Soma, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.